idei tanévben iskolánkban 52 kisdiák kezdte meg a tanulmányait. A Suli TV riporterei felkeresték őket és megkérdezték, hogy érzik magukat. Jó, olyan az óvi, mint az iskola, teljesen. És nem hiányzik a délutáni alvás az óviban? Aludni! Utálok aludni! Még jobb, hát inkább tanuljak, mint hogy aludjak. Ma azért kell értem 2 órakor, majd le fogunk menni egy kicsit az óvodába. Kedves nézőink, itt állunk az Alaegerszegi Sportcsarnok előtt, és várjuk, hogy az öveges iskola felső tagozatos diákjai megérkezzenek, mert az iskola a városismereti vetélkedőt szervez tanulóinak. A gyerekeknek különféle feladatsorokat kell majd megoldaniuk, melyeknek során megismerkednek meg az Alaegerszeg történelmi múltjával. Buszokkal érkeztünk meg az Alaegerszegi Sportcsarnok elé, ahonnan a csapatok útnak indultak, hogy felfedezzék a belváros nevezetességeit. Sajnos az időjárás megnehezítette a dolgunkat, de a jókedvünket nem vette el. Az reggel már úgy váltatok az ajtóban, nem? Hogy Nuszka Réni, nekünk pedig locsogott az eső. Az eső az nem volt betervezett dolog, és hát ez egy kicsit megzavart bennünket. Ezt gondolom, hogy ti is éreztétek, hogy most indulunk, nem indulunk, mi lesz. De... Hideg időben, de forró hangulatban nótáztuk végig a szüreti felvonulást. Minden ősszel, a vadászidény kezdetekor az öveges iskola diákjai papírvadászatra indulnak a környéken. Autókat, szatyrokat, zsákokat és bevásárló kocsikat megköltve igyekeznek az udvaron elhelyezett konténerek felé. Ági néni vezetésével napokon keresztül mérik a több tonnányi papírhulladékot. Mit faragsz, ács? Mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok, holnap török kezem. Az öveges héten került sor a természettudományi szakterem avatására. A terem mostantól iskolánk volt igazgatójának, Szekeres Lajosnak a nevét viseli. Az öveges napok keretében minden évben megrendezik a mozdulj sportversenyt.
Minden ősszel iskolánk egészséghetet rendez, melynek mindig más a témája. Idén boszorkány hétnek nevezték el. Negyedik helyezést ért el az egész torna legsportszerűbb csapata, aki hagyott mindenkit győzni, a Sügérek BFC csapata. Szenzációs játékkal, pedig igyekeztem néha nekik ellenükre tenni, egy kicsit bossziskodni, elvettem elük a labdát, szabálytalanul fújtam, mindent csináltam, de hát nem sikerült. A bűbályos boszorkák csapata!